Az elmúlt évben Olaszországban is elhangzott a cég részéről, hogy erősíteni kívánják jelenlétüket a kelet-európai piacon, így Magyarországon is. Mit értenek ez alatt? Az SDF célja, hogy a közép-kelet-európai régióban tovább növelje jelenlétét. Magyarország ezen a területen mindenképpen a legerősebb ország, ha az eladásokat nézzük. Magyarországon a Dorker Kft. A kiemelt partnerünk, ő forgalmazza termékeinket. A gyártók részéről mi minden segítséget megadunk nekik, ami az értékesítéshez, forgalmazáshoz szükséges. 2011 óta dolgozunk együtt velük, piaci részesedésünk azóta folyamatosan növekszik. Nagyon szép sikereket ért el a cég a hannoveri agritechnikán, amit most itt folytatnak Magyarországon az Agromas Expo Agrárgépson. Itt is nyertek. Mivel? A Deutz sikerének titka nem csak Magyarországon, hanem mindenhol a folyamatos fejlesztés. Számos díjat kaptunk a hannoveri agritechnikán. Ezt a sorozatot folytattuk most Magyarországon is az Agromas Expo kiállításon. Három darab traktorral sikerült nagyon jó eredményeket elérni. Kiemelném a 6190-es Deutz C-Shift traktort, amely egy nagyon jó váltófejlesztésnek köszönhető, és a már jól ismert 7250-es TTV Vario egyedi fejlesztésű traktort. A traktorok mellett még mivel kívánják erősíteni a pozíciót? A már említett traktortípusok mellett számos fejlesztésekkel rendelkezünk a kombájnok területén is. Megemlíteném még a kiváló adottságokkal rendelkező zöldsorunkat is. Továbbá kiemelt figyelmet érdemel a csoportunkba újonnan belépett Gregoire szőlőkombájn, amely világszinten piacvezetőnek számít a szőlőbetakarítás területén.